Folytatódik a Csillagpont Rádió közéleti magazin műsora, benne pedig már egy újabb vendéget köszönhetek, Barta Ildikó, ének, zenetanár, zene tanár korvezető és sorolhatnám személyében, illetve a Miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium zeneelméleti tanszak vezetőjét. Szerbusz Ildikó, jó reggelt kívánok! Szervusz, jó reggelt kívánok neked is, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Tavaly március környékén beszélgethettünk, de a akkor egy telefoninterjú készült veled, úgyhogy most találkozunk is először személyesen. Akkor annak a beszélgetésnek az volt az apropója, egy nagy siker, mert hogy te egy nagyon szép dallal, ami a Találkozások címet viseli, elindultál egy nagyon rangos kanadai énekversenyen, amit megnyertél. Akkor erről adtunk hírt. Hát mi lett ennek a dalnak a, az utóélete? Mert hogy lassan már egy évről beszélünk, lassan egy év eltelt a siker óta ez tulajdonképpen nem is énekverseny, hanem zeneszerzés verseny volt, és ugye titokban nevezett be a párom erre a versenyre. Az utóélete az lett, hogy hogy az Imsta szervezet, aki, aki ezt a versenyt rendezte, azóta is tartja velem a kapcsolatot. Ugye csodálatos méltatásokat kaptam a zsűri részéről akkor, és, és a, a szervezők azóta is rendszeresen írnak, sőt, volt ilyen meglepetés élményem nyáron, hogy kérték, hogy legyek a reklámarcuk, és azonnal kellett neki küldeni egy rövid videót angolul, ahol elmeséltem, hogy, hogy márciusban nyertem, és, és biztattam a többi jelentkezőt, hogy a következő versenyükre adják be a jelentkezést. Mondott, hogy nem énekverseny hmm. volt, de a Találkozások című dalban természetesen énekel. tulajdonképpen egy egy verset énekelsz el, és az előbb említetted az Instát. Milyen egyesülés ez? Milyen szervezet ez? Mit lehet róluk tudni? Azt lehet róluk tudni, hogy ők azért küzdenek, hogy a zeneszerzők tiszta szoftvereket használjanak, és, és ők azt reklámozzák, hogy, hogy a zeneszerzők... Ö, ö, olyan hangbázissal dolgozzanak, hiszen ugye a mai technikai világban már ugye nem mindig tudunk megfizetni egy, egy komplet zenekart, hanem csodálatos lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amit tulajdonképpen zenekarok vesznek fel, olyan hangminták, amik igyekeznek pótolni az élő hangzást, és hogy, hogy az emberek ezeket a szoftvereket használják legálisan, és azokkal komponáljanak, tehát ez feltétel volt a versenynevezésére, hogy csak is tiszta hangmintákat lehet Használni. És jól tudom, hogy a nyereményed is egy olyan eszköz, vagy egy olyan berendezés volt, ami a további munkádat segíti? Bizony, nagyon is. Egy ezer dollár értékű ö, hangkészletet kaptam, amit már bizony azóta is lelkesen használok, és ez és az azóta ö, megszületendő művekben is már használom. Kicsit, mintha az Insta ö, tovább ö, motiválna arra, hogy szerez dalokat, zenéket, ér? Igen igen. És az a szeretet, ami, ami felülük áradt, és az az elismerés, ez, ez nagyon jól esett, és segít a további utamon, hiszen azért meghatározó volt az éneklés, tehát azért is ö, emlékeztél így, hogy, a, a hogy szinte énekverseny, mert, mert több zsűritag említette, hogy az előadás mód az, ami még tovább arra sarkalta őket, hogy ez legyen a győztes dal. És ha már a zsűri tagokat említel, akkor mondjuk el, hogy itt alapvetően gremidíjas művészekből álló zsűri volt az, aki elbírálta tulajdonképpen a dalodat, és én hoztam magammal néhány véleményt, és nagyon érdekes, hogy hogyha megengeded egy pici negatívumot mondjak, illetve ezt ők mondták, mert hogy egy picit hosszúnak ítélték a dalodat, de összességében ez volt, ami, ami negatívum, de nekem nagyon-nagyon megmelengedte a szívemet, amikor többen azt mondták, hogy angolul hallottunk, de most, hogy anyanyelveden énekeltél pont-pont-pont, tehát, hogy korábban hallottak téged angolul is énekelni, gondolom, de most, Igen. most az anyanyelvem most magyarul énekeltél, és hogy ez bennük nagyon-nagyon maradandó emlékeket hagyott. Ez szinte minden zsűrita kiemelte. Igen, ez csodálatos lehetőség, hogy a magyar nyelvvel megismertettük őket, és meg is lepődtem, mert, mert egy angol nyelvű dalomat is beküldtük, és, és a magyar tetszett nekik. Az még korábban, korábban versenyzett egy másik versenyen, és azért emlékeztek rám, hogy hallottak egyszer. Talán azért is, mert hogy te voltál az egyedüli magyar induló? Ilyen Ezen a lehet, versenyen? Lehet. És akkor egy kicsit a Találkozások című dalról kérdeznélek, mert ugye ez alapvetően egy vers. Ki írta? Úrhegyi Aranka a párom édesanyja, aki 20 évesen ö, írt gyönyörű szép verseket, és ott hevert a fiókjában és a párom úgy érezte, hogy mi annyira rokon lelkek vagyunk, hogy össze kellene hozni a, a művészetben is, az, az, alkotásban is a kettünk találkozását, és, és kérte, hogy küldjön nekem verseket. És hát hosszas unszolásra végül küldött, és hát ő maga is meglepődött ezen, hogy, hogy ilyen hatalmas sikert aratott a közös dalunk. Tulajdonképpen neki is ez, ez most egy olyan szép ajándék. Én akkor előtte karácsonyra leptem meg azzal, hogy elküldtem neki a, a, felvételt, és, és azóta is nagyon boldog, hogy, 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 a közös, a kis mennyivel a közös dal e, végül is meghódította a világot. És a dalnak a sikere pedig pont a te születésnapot környékén látott napvilágot. Igen, Úgy tudom, igen, hogy mert valamelyik ég... reggel talán éppen arra ébredtél. Igen, vasárnap reggel, mert ugye akkor a párom titokban nevezte be ezt a dalt, és reggel ébresztett azzal, hogy megnyertem a versenyt. Azóta mi lett a dalnak az útja, mert tudom, hogy például Japánban is sikert aratott, hogy jött Japán, hiszen azért Kanada és tudtam, Japán. igen, Arról igen. már tudtam, hogy Japánba is elküldte, és nyáron volt a verseny. Ott azt hiszem 176-an indultunk, ott egyedül voltam szintén magyar induló, és és ez az is-sima is nemzetközi popzenei zeneszerző verseny volt. És hát nagyon nagy sikert aratott, mert ugye ott is úgy írták, hogy olyan oklevelet küldtek, hogy Special Mentioned Winner Prize, úgyhogy különösen kiemelték, és kérték, hogy bármikor, amikor a dal valahol elhangzik, akkor tüntessen fel őket, hogy ez egy winner volt. És hogyan tovább egyébként a dallal tervezitek, hogy a találkozások című dal más országban is hasonló versenyeket megjelenik akár? Azóta még egyszer beneveztük, úgyhogy annak az eredményét még nem tudom. És amit mondtak a zsűri tagok, mert ugye itt méltatták, hogy anyanyelven énekelték, hogy csodálatos szavakat használsz, itt az egyik zsűri is emelte csodálatos, álomszerű hangatéd, és hát tényleg csak szuperlatívuszokban beszélnek rólad, megrendítő, gyönyörű, szomorú, megindító ilyen kult szavakat használnak, amit az imént mondtam, hogy mindegy zsűri megfogalmazta, hogy a dal eleje, a bevezetője egy picit hosszú. Ez elindított benned valamit? Egy kicsit ezen lehet módosítani, vagy ilyenkor már azt mondod, hogy nem józ bele semmiképpen sem a dalba? Nem, mert én úgy érzem, De hogy, hogy ez. hogy ez a hangulat, ez fontos a felvezetés kicsit úgy, úgy, zavarja az embert ez a keretrendszer. Persze, egy dal általában három perc szokott lenni, és nem öt, de egyrészt ez a társ is nekem ihletből így jött, hogy az, az, adta meg azt a misztikus karaktert, amilyen a bevezető, és hát a maga a három verszak, egy történetelmesélése, az pedig ugye adott volt. És Ugyan, hogy fogadták itthon a sikert, hiszen te tanítasz, ahogy itt a bevezetőben mondtam, is, sok egyéb feladatod van. Tudom, hogy a YouTube csatornán is nagyon látogatott lett, tehát azért lett ennek a dalnak azt gondolom egy komoly utóélete. Igen, alapvetően, igen, sikere volt itthon is, és hát elhívnak különböző rendezvényekre, ahol már volt egy kifejezetten kérték a nyertestalt. Tehát voltam például Edelényben, a rákelenes Liga ö, meghívott egy koncertre, és ö, és ott kifejezetten kérték a Találkozások című dalt. Akkor eljutott ennek a híra, talán éppen a csillagpont rádió által is, bízzunk ebben. Azt gondolom, hogy arról még mindenképpen fontos beszélgetni, hogy elindult ugye egy új év, 2023-at írunk. Hogyan tervezed? Mert például tudom, hogy Lélekpengető címmel jelent meg egy optimista hangvételű dalad, ugye a Facebook oldaladon ezzel köszöntöd az új évet, ezzel köszöntesz mindenkit, úgyhogy gondolom, hogy nincs megállás és folyamatos nincs, dalszerzés nincs. van? Igen, igen. A Lélekpengető ugye az egy gitáralbum, és októberben megjelent a Dalaim címmel egy, egy EP albumom, egy öt dalból álló album, amiben van három lírai hangvételű, ilyen hasonló, szomorú búcsúzással, elengedéssel kapcsolatos és van benne karácsonyi, illetve egy, egy olyan optimista, ami arra biztat a válaszút, hogy, hogy legyünk fákják, fények a világban. Majd a beszélgetés végén fogunk tőled hallani egy dalt, majd akkor fogom kérdezni, hogy egész pontosan mit is hallunk, felkonferálod nekünk. Alapvetően otthon dolgozol, Jeriko, hogyan kell a te mindennapjaidat elképzelni, mert azt gondolom, hogy amíg egy ilyen sikeres dal elejétől a végéig elkészül, és akár egy ilyen rangos versenyen benevezése kerül, addig azért nagyon hosszú az út. Igen, hát éjszakánként dolgozom a dalokon, most is tulajdonképpen uh, éppen most két instrumentális uh, albumon dolgozom. Az az igazság, hogy ez uh, pont tegnap éjszaka fejeztem be a, a, legújabb albumomat, aminek az a címe, hogy hangcseppek, uh, illetve készül még egy zongora albumom is. Hát ezt, ez úgy kell elképzelni, hogy, hogy mert hogy van egy hivatásod, arra gondolok, igen, ugye igen, tehát tanítasz a gimnáziumban és egyéb sok más teendőd van, tehát azt gondolom, hogy valóban csak éjszaka van erre idő? Igen, igen. Tehát napközben nap ugye leköt az, hogy a, a gyerekekkel foglalkozom, és, és és az ő ő pályájukat segítem. Most is van két nagyon tehetséges főtergyes növendékem, akiket országos versenyre viszek, és tényleg az nagyon sok erőt ad az embernek, hogy, hogy a jelen ifjúságában is olyan gyöngyszemekre lehet bukkanni, hogy tényleg hálás vagyok, minden nap hálát adok a jó Istennek reggel, hogy, hogy ilyen növendékeket kaptam, és, és hogy segíthetem őket az útjukon, szóval ez egy csodálatos dolog. Éjszaka pedig akkor, akkor szeretem a, azt a nyugalmat, azt a csendet, amikor, amikor az egész város mozdulatlan, és akkor úgy érzem, hogy, hogy inkább tudok befelé fordulni, illetve, illetve felfelé és fogadni azokat a, azokat a sugallatokat, amik jönnek, mert hogy ez egy, ez egy érzés hirtelen elfog, és azt érzem, hogy, hogy nem tudom tovább magamban tartani, és most le kell ülnöm, és ki kell magamból írjam, és akkor leülök improvizálni, és nem bírom abba hagyni. Tehát mindig a fizikai test korlátja a tényleg így határt, mert, mert olyan szenvedéllyel alkotok, hogy, hogy, akkor nem figyelek arra, hogy, hogy már elfáradtam is, és hogy pihennem kéne vagy le kéne feküdni. Tehát nagyon nehéz olyankor tudatosnak lenni, és megszakítani ezt a folyamatot. Mert állandóan mennek bennem a dallamok. És ilyenkor például a kiadás előtt az a nehéz, hogy az utolsó simítások tényleg, hogy akár melyik, melyik szólam legyen fontos. Hogy, hogy, hogy ugye ahhoz, hogy szépen összecsengjenek, azért arányában ki kell keverni. És közben nekem minden egyes dallam olyan, mint a gyerekem. Mm. És, és hogy én szeretném külön hallani a, a cseldótól, a, a klarinétig, és bár, bármelyik szólam önálló életet él az én fejemben, és nagyon nehéz őket aztán rangsorolni, hogy ki legyen a fontos. És mi az, ami elsődlegesen inspirál? Olvastam róla, hogy például nagyon szereted a természetet, tehát szeretsz itt Miskolcon lakni, és nagyon-nagyon szereted a bükközelségét. Nagyon. Akár ez is inspirálhat egy-egy új dal szerzésekor? Igen. Igen. A dalaim albumon van is egy olyan dalom, az a címe, hogy ősz. És, és olyan gyönyörű volt, amikor ősszel ott sétáltam a is, és, és éreztem a, azt a hangulatot, az illatot, a, a leveleknek a sok színűségét, ez, ez nagyon inspirált. Hirtelen az embert elfogja egy hangulat. De akár írtam az angol albumomban olyan téli darabot, amikor meg egyszer csak a, a, hogy a, a hóesés és a, az ember elképzeli a kandalló melegét, Szóval van egy olyan hangulat, hogy, hirtelen elfogja az embert, és akkor abban, abban, a hangulatban születik valami. Nagyon érdekes lehet ezt ugye zenében visszaadni, Igen. vagy viszont hallani. Az imént a tanítványaidról is beszéltél, és van egy olyan tanítványod, akit ugyan nem a szaggimnáziumban tanítasz, hanem magánórákat adsz neki, de mi is ismerjük, mert hogy ő Ballariana Emma, aki már sokat járt itt a Csillagpont stúdiójában, ugye 10-11 éves kislányról Miskolci kislányról beszélünk, aki korosztályát meghazottoló módon operetteket énekel, uh -huh. filmszereplő, ugye a Rianás színű filmnek a főszereplője, és a te tanítványod, és én úgy tudom, hogy amikor előzetesen elsőként megkerestek téged, akkor azt mondtad, hogy nem nagyon vállalnád az ő tanítását, még akkor talán fiatal volt, de úgy tudom, hogy amikor meghallgattad, akkor mégis másképp döntöttél? Igen, 7 éves volt akkor és az édesanyja hívott fel telefonon, aki nekem növendéken volt a, a gimnáziumban, hogy, hogy van egy ilyen tehetséges kislánya, és hallgassam meg. És akkor ugye elsőnek nem szerettem volna, mondtam, hogy túl fiatal várjunk még, jöjjenek vissza pár év múlva, de, de kérte, hogy, hogy csak egy pillantást vessek, nézem meg a videó felvételt, amit készített róla otthon, és annyira ledöbbentem, hogy, hogy milyen született adottságokkal a rendelkező. Hát valami fantasztikus volt, úgy éreztem, mintha, mintha egy régi világból csöppent volna ide hozzánk ez a kislány is. Tényleg nem úgy érezni, sokkal idősebb lélek, és, és ez csak olyan, mint egy külső, egy látszat, ez a kis gyermek teste, de belőle egy sokkal, sokkal érettebb. Tudatosabb lény van, már most. Eh, ahogy látom a szemedet, az arcodat, ahogy beszélsz a tanítványairól, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó lehet velük a kapcsolatod. És hát gondolom, hogy itt a találkozások és egyéb sikerek után talán ez még-még ez szorosabbá válik, ez a kötődés. Felnéznek rá példaképük, vagy maximálisan? Igen, azt hiszem. <laughs> nagyon szeretem őket. Valahogy úgy érzem, mint mintha sajátjaim lennének. Sokszor mondom, hogy jaj, de elfogadnám saját tanítványomnak, vagy saját gyermekemnek. Igen, van, hogy ott maradok bent este, és, és órák után is beszélgetünk. Tehát van, aki igényli azt, hogy hogy egy kicsit ilyen pótanyaszerűen meghallgassam is, és, és segítsem magánéleti dolgokban is akár. Még nagyon röviden arról, hogy 2023-at hogyan tervezed, mert mondod, hogy a dalokkal helyenként azért megfordulsz itt -ott, hiszen meghívásokat kapsz. Lesznek-e új dalok? Természetesen. Ami most egy nagyon izgalmas projektem, az az, hogy, hogy október 23-ára az iskolában kértek egy egy forradalmi művet, és mondtam, hogy hát a kórussal hirtelen nincsen repertoáron, de akkor egy kolléganőm mondta, hogy hát szerinte keresek az interneten, akár egy gitárral is jó lenne. És kerestem, kerestem, de valahogy úgy éreztem, hogy ez nem az. És egyszer csak feladt lett bennem, hogy mi lenne, ha írnék. És elkezdtem verseket keresni, és, és Nagy Lászlónak rábukantam egy csodálatos versére a Varjú aminek most volt a stúdió felvétele a téli szünetben, mert ahogy leültem, egy, nem is egy kórusmű, akkor hirtelen egy dal született. Majd utána rájöttem, hogy de én még kívánok ebben még egy szólamot, hozzáénekeltem egy másikat, majd kicsivel később egy harmadikat. Úgyhogy tulajdonképpen így lett egy három szólamú mű belőle, amit aztán most a stúdióban még kiegészítettünk furujával, citerával, tehát nagyon különleges, igazán magyar, ma magyar hangvételű, de mégis a magyaros is világzene együtt egy nagyon különleges stílusa lett, és és uh, ugye kerestem a jogutódot, megtaláltam Nagy László unokáját, és felvettem vele a kapcsolatot, úgyhogy most uh, tartunk ott, hogy lejelentsük ugye az Artis a közös uh, munkát, és annyira beleszerettem, újra emlékeztem, hogy kamaszként mennyire szerettem Nagy Lászlót, hogy, hogy elhadároztam, hogy egy CD-t majd uh, elkészítek az ő verseiből, de ez egy nagyon hosszú és komolyabb feladat hát lesz. azt kívánom, hogy akkor a 2023-as év is legyen zeneileg nagyon tartalmas és nagyon termékeny. Köszönöm hogy itt voltál nálunk. Még egy gondolat, hoztál nekünk egy új dalt, egy új zenét tőled. Mit hallunk? Holt fény a címe, és ez az októberben megjelent dalaim című albumnak az egyik dala. Barta Ildikó volt a Csillagpontárgyó vendége. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm.